Most úgy jött ki, hogy ma reggel is, nekem este is, nekem kell szólnom az igéből. Tudni, azt a témát kaptam hetekkel ezelőtt, ami a mai esti témánk, hogy kicsoda Jézus Krisztus. Kicsoda Jézus Krisztus, és ezt nagyon sokszor így kérdezik az emberek, hogy ki volt Jézus. Az ma már nem kétséges, hogy Jézus történelmi személy volt, de ki volt ő, és mit akart. Azt hiszem, azt is elmondhatjuk, hogy a világ telve van Jézus nevével. Látunk bizonyára ilyen feliratokat, ilyen szörnyűséges feliratokat, legalábbis számomra szörnyűséges. Szeretem Jézust. Jézus megváltott téged is. Bocsássatok meg, csak annyi megjegyzést hadd tegyek. Meg nekem nem jut az eszembe, mikor fiatal voltam, és szerettem a mennyasszonyomat, hogy kiírjam valahogy, szeretem X-et, Y-t. Aztán az a sok-sok minden, ami Jézus nevében történik, ami Jézustól teljesen idegen. Tömegek vallják az ő nevét, de sejtelmük nincs arról, hogy ki is volt Jézus. Ki volt hát ő? Teszem fel így a kérdést. Azért direkt szándékosan így, hogy ki volt, mert erre a kérdésre szeretnék válaszolni, hogy tudnék, a Biblia bizonyságtevése szerint ő nem volt, hanem Jézus Krisztus tegnap és ma, és mind örökké ugyanaz, mondja a Szentírás. Tehát Jézus Krisztus az, aki van, aki él, aki a világ mindenség ura. Mit tudunk róla a Bibliából? Tegnap este ugye arról hallottunk tanítást, hogy kicsoda az Atya, és erről Jézus tett bizonyságot. Az Úr Jézus Krisztus mondta, hogy látta őt, hallotta a szavát, ezt és ezt a kinyilatkoztatást adja az ő Atyáról. Ő és az Atya egy. Most mit mond róla a Szentírás? János evangéliuma első fejezete, első három versét olvassuk el talán mindenek előtt. Tehát János evangéliuma első fejezete, első három versét, ahol így hangzik a Szentírás kijelentése. Kezdetben volt az íge, és az íge volt az Istennél, és Isten volt az íge. Kedves hallgatók, egy pillanatra hadd kérjem, álljunk meg, és hadd kérjelek, kedves mindannyiótokat, hogy nagyon figyeljük, ezek ilyen látszólag ilyen csak ilyen szavak, amikkel először nem is tudunk mit kezdeni. Még egyszer hadd olvassam. Kezdetben volt az ige. Az ige az Istennél volt. És Isten volt az ige. Ez kezdetben az Istennél volt. Minden ő általa lett, és nála nélkül semmi sem lett, ami lett. 14. versben azután azt mondja, és ez az ige testté lett, és lakozott közöttünk. Tehát amikor a Szentírás azt mondja, hogy kezdetben volt az ige, akkor azt mondja, hogy kezdetben volt a később testet öltött megváltó Krisztus. Vagy mondjuk itt még nem mondjuk, hogy megváltó, de kezdetben volt a teremtő Krisztus. Kezdetben volt az ige, és még egyszer olvasom a harmadik verset, minden ő általa lett. És utána tagadó formában is kijelenti az ige, és nála nélkül semmi sem lett, ami lett. Minden ő általa lett. Tehát azt mondja a Szentírás, hogy Jézus Krisztus az a valaki, aki kezdettől fogva van, és ki tudja, hogy ez hol a kezdet, ugye a történelmi idők mélyén, kezdetben volt az ige, és minden ő általa lett, és nála nélkül semmi sem lett, ami lett. Miért hangsúlyozom ezt így? Mert legtöbb embernek Jézusról ennyi fogalma van, hogy karácsony táján elkezd játszani egy kis Jézuskával, egy betlehemi jászlat készít, aztán kicsit könyvbelábat szemmel beszél ugye a Krisztus Jézuskáról, aki ugye ott Betlehemben valamikor megszületett, és így gondolják az emberek, hogy na ez Jézus. Aztán itt élt 30-valahány évet, végül kivégezték, keresztre feszítették, ez Jézus. Azt mondja a Szentírás, kezdetben volt az ige. Az ige az Istennél volt, és ő maga az Isten volt. Minden ő általa lett, és nála nélkül semmi sem lett, ami lett, mondja a Szentírás. Még egy másik helyen, ugyancsak itt János evangéliumában olvasunk egy különös kijelentést az Úr Jézus Krisztus ajkáról.
A 8. fejezet, tehát János Evangélium a 8. fejezete, 56-tól az 58-ig terjedő verseiből. Még kikeressük az ige helyet, hadd mondjam, ez egy vita helyzet, a zsidók Jézust valamiért felelősségre vonják, és Jézus ezt mondja itt ebben a beszélgetésben, tehát János Evangélium a 8. fejezete 56-tól terjedő verseiben, Ábrahám, a ti atyátok, örvendett, hogy meglátja az én napomat. Látta is és örült. Mondták azért néki a zsidók, még 50 esztendős sem vagy, és Ábrahámot láttad? Mondta nékik Jézus, bizony-bizony mondom néktek, mielőtt Ábrahám lett, én vagyok. Tehát még olvasunk bele a következő versbe, köveket ragadtak azért, hogy ráigálják. Mit mond tehát az Úr Jézus Krisztus egy bizonyos élethelyzetben? Ábrahám látta az én napomat és örült. És azt mondják megütközve, hát még 50 esztendős sem vagy, persze, hogy nem, 30-valahány éves volt. Még 50 esztendős sem vagy, és te látta volna Ábrahámot a napodat, valami gond van itt. Azt mondta Jézus, igen, mielőtt Ábrahám lett, én vagyok. Akik a Bibliát egy kicsit ismerik, azok nagyon jól tudják, hogy Mózes második könyvében, amikor Isten elhívja Mózest szolgálatra egy ébigő csipkebokorból, akkor ott zajlik le egy beszélgetés, hogy rákérdez Mózes a csipkebokorban megjelent titokzatos lényre, hogy ha elmegyek a zsidókhoz, és azt mondom, hogy az Isten küldött engem, mit mondjak nekik, hogy ki ez az Isten? És akkor azt mondta ez a hang, hogy vagyok, aki vagyok. És mondd meg a zsidóknak, hogy a vagyok küldött. Aki nem volt, nem lesz, hanem van örökké. A vagyok, aki tegnap és ma és mindörökké ugyanaz. A zsidók, gondoljuk meg, hogy a zsidókra hogy hatott, amikor hallják Jézus ajkán, hogy mielőtt Ábrahám lett, én vagyok. Tehát én vagyok az a valaki, aki Ábrahámmal beszéltem ott a pusztában. Mielőtt Ábrahám lett, én vagyok. Miért jött erre a világra? Hogy került az Úr Jézus Krisztus ide a mi világunkba? Azt mondja az ige, Galatabeliekhez írt levél 4. fejezete 4. versében, hogy amikor eljött az időknek teljessége. Nem mehetünk bele ennek az ige szakasznak a taglalásába, csak annyit, hogy a prófétai ige egy prófétai menetrendet mond el nekünk Dániel próféta könyve 8.-9. fejezetében. Most azt mondja a Szentírás, azt mondja hogy az ige, hogy amikor eljött az időnek teljessége, akkor Isten kibocsájtotta az ő fiát, aki asszonytól lett. Isten kibocsájtotta, elküldte az ő fiát, az ő szent fiát a mi világunkba. És talán így, hogy egész röviden átfogjuk az ő életét, és mi történt földi szolgálata után, mert majd azzal egy kicsit többet foglalkozunk, mi történt földi szolgálata után, halála és feltámadása után visszatért a mennybe. A tanítványok szeme láttára tért vissza az Istenhez, az égbe. És ugye a 4. századból származó hitvallás azt mondja, hogy visszatért az, és ült az Atyaisten jobbjára, és onnan lészen eljövendő ítélni élőket és holtakat. A zsidókhoz írt levél első fejezetéhez lapozunk még mindig a Jézus Krisztus személyének a titkát kutatva, fürkészve, és itt ezt olvasom a zsidókhoz írt levél első fejezete első 3 versében. Mindenkután az Isten sokrendben és sokféleképpen szólott hajdan az atyáknak a próféták által, ez utolsó időben szólott nékünk fia által, akit tett mindenek örökösévé, aki által a világot is teremtette. Aki az ő dicsőségének visszatükröződése, és az ő valóságának képmása, aki hatalma szavával fenntartja mindenséget. Aki a mi bűneinktől megtisztítván ült a felségesnek jobbjára a magasságban. Itt is azt hangsúlyozza a Szentírás, hogy szólt az Atya az ő fia által, akit mindenek örökösévé tett, aki által a világot, sőt az eredeti szöveg így hangzik, aki által a világokat teremtette. Az Isten a világokat teremtette. Tehát akkor nem fogalmazhatunk így, hogy ki volt Jézus.
hanem csak ezt a kérdést vethetjük föl, hogy kicsoda Jézus. Mert ő volt, van és lesz, még egyszer hadd hangsúlyozzam, mindörökké az Atyával egy Istenként. Csak itt néhány szót még a Szent Háromságról szeretnék szólni, csak nagyon-nagyon röviden. A Szentírás szól arról, hogy az isteni Szent Háromság egy, Atya, Fiú, Szentlélek, Isten. Már az Ószövetségben találkozunk ezzel, hogy Isten teremti a világot a mi képünkre, mondja, teremtsünk embert. Kinek mondja, hogy teremtsünk embert a mi képünkre és hasonlatosságunkra? És az Isten lelke ott lebegett a vizek felett, mondja, hogy a Mózes első könyv első fejezetében a Szentírás. Azt mondja tehát az ige, hogy az istenség három személyű istenség. Amikor az Úr Jézus Krisztus tanítványait utoljára szólította meg, és egy bizonyos megbízó parancsot adott nekik, Máté Evangélium a 28. fejezete leírása szerint, akkor azt találjuk, azt mondta nekik, menjetek el, tegyetek tanítványokká minden népeket, kereszteljétek meg őket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Erőnek, ahogy tegnap szó volt, hogy ki lehet az Isten, nincs neve. Személyeknek van neve. Tehát az isteni Szent Háromságról azt tudjuk még, hogy tökéletes egység uralkodik közöttük. János Evangélium a 17. fejezetében azt mondja az Atya, az Úr Jézus Krisztus az Atyának, amiképpen te én bennem, Atyám, és én te benned, ők is úgy legyenek egyek. Tehát a Szentírás csak annyit mond el, ennyit tár fel, ennyinek a felfogására vagyunk képesek. Hogy az isteni Szent Háromság tökéletes egységben a szeretetnek és a tökéletességnek az egységében éli az életét a Biblia leírása szerint. És talán csak annyit, hogy már az Ószövetség szólt arról, hogy Fiú Isten is létezik. Ugye tegnap Zsuzsait olvasta, hogy kicsoda az Isten és kicsoda annak a fiának a neve. Többször találkozunk az Ószövetségben már az Úr Jézus Krisztusról, illetve egy Fiú Istenről szóló leírással. És aztán vessük föl a számunkra legfontosabb kérdést, hogy miért jött el ez az Isten fia? Miért lett emberré? 12. században élt Angliában, Canterbury-ben egy Anselmus nevezetű, hát egyházatyának nevezik ma, szóval egy mélyen hívő ember, és az írt egy könyvet, egy latin című könyvet, Cur Deus Homo. Miért lett az Isten emberré? És kedves jelenlévők, egy pillanatét hadd álljunk meg. Ha mindez, amit én mondtam idáig, amit az igéből olvastunk idáig, ha mindez igaz, akkor ott van egy tényleg egy döbbenetes kérdőjel. Isten emberré válik. Elnézést, hogy most ilyet mondok, én emlékszem, amikor kis gyerek voltam és tanultam az iskolába, hogy az igazságos Mátyás király kiment a nép közé, és ott dolgozott a famunkásokkal, és ráírta a nevét. És hát, volt egy olyan király, aki elment az emberek, hát épp olyan ember volt, mint mi vagyunk. De el voltunk ájulva tőle. Miért lett az Isten emberré? Miért lett az Isten emberré? Mert az ember képviselőjévé akart válni. Ugyanolyanná, mint mi vagyunk. Hozzánk mindenben, hogy ezt már reggel olvastam a zsidókhoz írt levélből, mindenben hasonló Istenné. Hogy egy ilyen hozzánk hasonló testben élhessen egy abszolút tökéletes életet. Azt mondja tehát a Szentírás, hogy Jézus azért lett emberré, hogy így példaképünk lehessen. Még egyszer hadd mondjam, egy hozzánk teljesen azonos feltételek között élő emberré legyen. Aki épp úgy elfáradt, aki épp úgy megéhezett, akinek épp úgy kísértései vannak, egyenesen azt mondja a Szentírás, hogy mindenekben megkísértetett. Mindenekben. Mi egyikünk ebben, másikunk abban vagyunk kísértettek. Őről azt mondja a Szentírás, mindenekben megkísértetett. És ezt tette azért, nem csak azért, hogy példaképünk legyen, hanem hogy helyettünk, ami bűneinkért, a bűnzsoldja, a halál törvénye alapján, ami bűneinkért, tehát az örök megsemmisülés, az örök halált magára vállalva áldozza fel majd az ő életét, szenvedje el. És így lett a mi
kegyelmes, szerető főpapunká, ahogy Pál apostol a zsidókhoz írt levélben írja a 4. fejezetben, hogy mert nem olyan főpapunk van, aki ne tudna megindulni a mi gyarlóságainkon, hanem aki megkísértetett mindenekben hozzánk hasonlóan, de bűnbe nem esett. Zsidókhoz írt levél 4. fejezete, 15-16. Verseiben találjuk ezt. Csak azt a kérdést is felvetem, hogy miért volt az ő halála, áldozati halál. Olyan sok ember veti fel ezt a kérdést, hogy miért volt Jézus halála, áldozati halál. Hogy miért, mi az, hogy értünk adta az ő életét, mi az, hogy a mi bűneinket az Isten őrá vetette. Ha ezt igazán megértenénk, akkor bele szédülne az agyunk, és valami mélységes, mélységes hála fakadna az ajkunkon. Mielőtt erre próbálok egy-két szóban választ adni, csak annyit hadd mondjak, mikor Pál a nagyon mélyen gondolkozó, nagyon művelt Pál megértette a Krisztus áldozatát, akkor a Korintusbeliekhez írt 2. levél 9. fejezete 15. versében így kiált fel Pál, az Istennek pedig legyen hála az ő kimondhatatlan ajándékáért. Az Istennek legyen hála. Miért? Az ő kimondhatatlan, az ő felfoghatatlan, az ő megérthetetlen áldozatáért, hogy itt élt Jézus Krisztus hozzánk hasonló emberi testben, megkísértve mindenben, és minden kísértésnek ellenállva. És amikor az élete végéhez ért, akkor az Atya mindannyiunk vétkét őre vetette. Vagyis megtette Isten azt, hogy azok az emberek, akik majd a bűneikkel szembefordulnak és győzni akarnak. Ne zavarjon bennünket, kis ébresztő csupán. Hogy azok az emberek, akik győzni akarnak a bűneik felett, hogy azok az emberek odafordulhassanak Istenhez, Krisztushoz, és azt mondják, drága mesterem, az életem elrontottam, tönkretettem, tele vagyok bűnnel, egyre lennék méltó, hogy megsemmisíts engem. De könyörögve kérlek, hogy bocsásd meg a bűneimet, hisz Jézus az én bűnömet is hordozta a Golgotai kereszten, értem is meghalt, értem is ott szenvedett a Gecsemánéban, hogy szinte összeroppant már a szenvedések alatt. Atyám, add, hogy nekem örök életem, nekem üdvösségem lehessen. És ezt ő önként vállalta. Ezt önként vállalta. Miért hangsúlyozom? Mert ezt neki kiszabták volna, akkor egy mártír, akit megölnek. Ő ezt önként vállalta. Honnan tudjuk, hogy önként vállalta? Én nem tudom, ki mondta itt már az itt létünk alatt el, hogy Jézus, úgy gondolom, hogy itt hallottam már, hogy Jézus ilyen kijelentéseket tett, hogy akkor eljött az idő, hogy felvitessék, akkor eltökélte, hogy Jeruzsálembe megy. Úgy gondolom, hogy Gábor tegnap reggel, Hites Gábor szólt erről. Eltökélte. Mit fejezesz ki, hogy eltökélte? Mit fejezesz, hogy ki, hogy eltökélte? Vagy később azt mondja a Szentírás, Jézus azt mondja, hogy kerességgel kell nékem megkereszteltetnem, és melyigen szorongattatom, még nem az elvégeztetik. Mit fejezesz ki? Azt fejezi ki, hogy Jézus önként vállalta, de amikor látta, hogy mit vállalt, akkor vissza-vissza riadt a szenvedéstől. A Gecsemánéban is így könyörög, atyám, ha lehetséges, múljék el tőlem ez a pohár. De kérlek, ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem hogy te. És a végén azt mondja az atyának, hosszú-hosszú lelki vívódás után, amiről ugye reggel is szóltunk, hogy az ő testének napjaiban könyörgésekkel, esedezésekkel, erős kiáltás és könnyhullatás közben járult ahhoz, aki képes őt megszabadítani a haláltól. A végén azt mondja, atyám, ha el nem múlhatik tőlem ez a pohár, tehát a szenvedéseknek ez a kelyhe, akkor legyen meg a te akaratod. És mint a halott zuhant a földre. Jézus ezt vállalta önként. És lássuk őt, szemléljük őt a Golgotai kereszten, amikor hát csodálatos hatalommal, erővel, erőt nyer, ugye az angyal jön és megerősíti őt már a Gecsemánéban. És a Golgotán ugye 7 felkiáltása volt az Úrnak, és egyszer csak így kiált fel az Atyához, én Istenem, miért hagytál el engemet? És kedves jelenlévők, hadd hangsúlyozom, szóval azért Jézus még ekkor is ezt mondja, én Istenem. Nem azt mondja, hogy te Isten, miért hagytál el engem, hanem azt mondja, én Istenem. Akivel békesség tanácsa volt kettőjük között, mondja, hogy az Ószövetség egyik kis prófétája.
Igen, ő eljött azért, hogy az életét feláldozza értünk. Iszonyatos gyötrelmek között. Annak a lehetőségével, az utolsó pillanatig, hogy egyszer azt mondja, nem, hát az ember elindult a bűn útján, hát viselje a bűnének a szenvedését, a bűn zsoldja, a halál, amely napon eszel róla, meghalsz, hát tetted, én, atyám, én ezt itt hagyom, és én megyek vissza hozzád. Így mondja Pál apostol a Filippi beliekhez írt levélben, hogy ő engedelmes volt halálig, mégpedig a keresztfa haláláig. Engedelmes halálig, mégpedig a keresztfa haláláig. Egyre mélyebbre és mélyebbre szállt azért, hogy a legbűnösebbért is feláldozhassa az életét. Latrokkal feszítették meg, hogy a latroknak is megváltója lehessen. Miért volt a feltámadásra szükségszerű? Mert a mi bűneinket magára vette, de ő szent, ártatlan bűnösöktől elválasztott volt ezzel együtt is. Magára vette a mi bűneinket, de az csak, hogy mondjam, jogilag helyezte az Atya rá. Mi helyettünk, mint helyettesünkre helyezte az Atya a mi bűneinket, de ő maga elmondta az utolsó napjai, földi élete utolsó napján jön a világ fejedelme, ugye Sátánra utalt, de bennem semmije nincs. Bennem nincsen semmije. Tehát élt egy szent, ártatlan, tökéletes életet, és mivel a bűn zsoldja a halál nem tarthatta őt fogva, mert ő nem vétkezett. Tehát fel kellett támadnia a Biblia bizonyságtevése szerint. És hát szóval a logika is ezt diktálja. És tette ő ezt azért, hogy a mi bűneink bocsánatát meghirdethesse. Hogy ő elszenvedje értünk, helyettünk, az Atyától rávetett bűneinket, azokat, amelyeket majd az idők folyamán, a mai napig és még az emberi generációk végéig emberek elkövetnek, de azért, hogy az Isten ezeket nekünk megbocsájthassa. Ő szenvedett azért. Ő, aki bűnt nem ismert. Mondja az ige, őt tette bűnni az Isten érettünk, hogy mi Isten igazsága lehessünk ő benne. Egy helyen azt mondja a Szentírás a Róma beliekhez írt levél 4. fejezete 25. versében, aki a mi bűneinkért halálra adatott, és feltámasztatott a mi megigazulásunkért. Tehát a Biblia azt mondja el, hogy a mi bűneinkért adatott halálra. És miért támadott föl? A mi megigazulásunkért. Tehát a bűneinknek a következményét elhordozta, de feltámadt azért, hogy mi igaz emberekké lehessünk. Nem csak azért, hogy az Isten bocsánatot adhasson a múltban elkövetett vétkeinkre, hanem hogy olyan, bocsánatot kérek, a technikából kell egy szót kölcsönvennem, hogy az emberi családnak egy olyan prototípusa legyen, aki hozzánk hasonló emberi testben szent, tiszta, ártatlan életet élt, és mi ennek a következtében a tőle nyert erő és segítség által mi is győzhessünk a bűn felett. Aki a mi bűneinkért halálra adatott, és feltámasztatott a mi megigazulásunkért. És most hol van ez a Jézus Krisztus? Azt mondja a Szentírás a Timóteushoz írt első levél második fejezetében, tehát a Timóteushoz írt első levél második fejezetében, így olvasom a 4. és 5. verseket. Ötödik és hatodik verseket. Mert egy az Isten, egy a közben járó is Isten és ember között, az ember Krisztus Jézus, aki adta önmagát váltságul mindenekért, mint tanúbizonysága magad idejében. Egy az Isten, egy a közben járó, Isten és ember között. Mit értünk ezen, hogy Isten vagy Krisztus közben járó? Ez, hogy közben járó. Ez azért azt hiszem mindannyian el tudjuk képzelni. Azt mondja egy édesapa, gyermekei, valamelyik gyermeke kér tőle valamit, és azt mondja apuka, hogy nem. És akkor hát ugye az átlag eset hogy folytatódik? Hogy akkor jön anyuka, és akkor kezdődik, hogy de hát apukám drága, hát azért te is voltál gyerek. Ugye te is szerettél akkor.
közben jár. De amit itt nagyon szeretnék hangsúlyozni, mert ez megint egy téveszme az emberek között. Gyere, Zsuzsa már tegnap este rámutatott, hogy az atyát nem kellett engesztelni. Az Isten úgy szerette a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta. Ugye olvastuk, idéztük tegnap este is az igét. Úgy szerette Isten a világot. Hát az Úr Jézus Krisztusnál ez az engesztelő, ez a közben járó és engesztelő szolgálat, ez nem azt jelenti, hogy az atyát kiengeszteli, hogy érzelmileg irántunk. Nem kell. Nem kell. Úgy szerette, és úgy szereti Isten ezt a világot. Ő adta az ő egyszülött fiát. És ne vegyétek rossz néven itt, engedjetek meg egy picike kis kitértés, azért kérem, hogy engedjétek meg, mert ez egy pár percet azért még igénybe vesz. Tudnék, általában Jézus Krisztus áldozatáról beszélnek az emberek. Hát engedjétek meg, hogy én azt mondjam, hogy az én meggyőződésem szerint, ahogy a Bibliából megértettem, hát legalább annyira kell az Atya áldozatáról szólni. És egy nagyon primitív dolgot hadd mondjak el, hogy egy kicsit érzékeltessem. Nekünk van 6 gyermekünk, és a legidősebb olyan jó éves korában sérvet kapott. És hát ugye még kis értelmetlen emberke. Pár méterre volt tőlünk, nem egész 100 méterre a kórház, bevitték, megműtötték, és megyek látogatni, hát első gyermekünk. És aranyos, hát hogy minden apának persze, hogy aranyos a maga gyereke. És bemegyek a kórházba, és ott van egy pici kis ágyban, és kikötve a két keze. Mert tépte a kötést, ami rajta volt. Hát ki kellett kötni. Hát én azt hittem, hogy a szívem megszakad. Magamban nem volt kinek mondja, mert azt mondták, gondolták volna, hogy nem vagyok normális, mert úgy se lehetett volna már semmi megoldást, hogy 10-szer engedtem volna magam megoperálni. Csak az a drága kis csöpség, az ne szenvedjen. Hát hol van arról szó, hogy Jézus szenved, az Atya meg ott jól érzi magát a mennyben, hogy hát ő ott szenved a földön. Milyen lehetett az Atyának végignézni ezt? Egy kicsit engedjük el a fantáziánkat. Milyen lehetett, mikor az angyalok látták az ő szeretett mesterüknek, parancsnokuknak a szenvedését, és nyilván a Bibliáról nem szól, és nyilván kértek, atyánk, megyünk, és nem, hát ezt nem engedhetjük meg. És az atyának azt mondja, nem, az utolsó csöppig el kell, ki kell ürítse a szenvedésekkel hét. Nem kell ezt az atyát engesztelni. Ő így szeretett minket, hogy adta ezt az áldozatot értünk. Ő így szeretett minket. És azt mondja az Úr Jézus Krisztus Máté Evangélium a 28. fejezetében, az előbb már idézett ige helyen, mikor elmondta, hogy menjetek, tegyetek tanítványokká, kereszteljétek meg őket, akkor azt mondta, és én ti veletek vagyok minden nap a világ végezeteig. Én ti veletek vagyok. Én ott kísérlek az életutatokon. Én ott leszek veletek a ti küzdelmeitekben. Én segítelek benneteket. Én ti veletek vagyok. A világ végezet, minden napon a világ végezetéig. És ez szóval megint olyan kijelentés, amit az emberi értelem alig tud felfogni. Nincs olyan élethelyzet, ahol az Isten ne lenne velünk. Már az előbb említettem, hogy gyerekek, meg család, meg ilyen dolgokat, akkor még csak annyit hadd mondjak. Tehát mire 6 gyermek felnő, és idős emberé válik, ahogy ez már a mi esetünkben van, akkor azért sok-sok minden fordulott elő. És hát ugye az anyukák aggódnak sokkal jobban, mint az apukák. És nem egyszer mondtam a feleségemnek, hogy hát van valaki, aki hatalmas. Mi nem tudunk semmit tenni, aggódni tudunk. Ennél többet nem, és ez nem segít. De van valaki, aki nekik is megígért, hogy velük lesz a világ végezetéig. Ott van velük Krisztus. Akinél jobban ezen a földön senki nem szeretheti. Ne nyugtalankodj. És én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Vagy Jelenések könyve 2. fejezete, 1. versében ezt olvasom. Jelenések könyve 2. fejezete, 1. versében. Az efézusi gyülekezet angyalának írd meg, ezeket mondja az, aki jobb kezében tartja a 7 csillagot, aki jár a 7 aranygyertyatartó között. Az első olvasásra talán nem mond semmit, de mivel ez a könyv így kezdődik, hogy Jézus Krisztus kijelentése. Jézus Krisztus kijelentése. Tehát ez Jézus Krisztus kijelentése, hogy ő ott jár a gyertyatartók között, ugye a gyertyatartón a Szentírás a gyülekezeteket érti, a Krisztusban hívő gyülekezeteket. Ott jár a gyertyatartók között,
és kezében, jobb kezében tartja a csillagokat, akik fénylenek, mint csillagok e világon, Isten bizonyságot tevő gyermekeir. Engedjétek meg, egy pillanat, ha megálljak, ezt nagyon sokszor úgy gondolják emberek, és engem is, ugye említettem, hogy gyermekkoromtól olvasom a Szentírás, olyan sokszor elgondolkoztatott, hogy például az Úr Jézus Krisztus elküldi, elhívja magának apostolként Pál apostolt, és az ember azt várná, hogy most ennek a Pál apostolnak olyan kikövezett útja lesz, hát az Isten apostolává vált. Aztán a Szentlélek mondja neki, hogy nem mehetsz keletre, nem mehetsz északra, nem mehetsz délre, csak menj nyugatra, 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 kér a tengerparthoz. És akkor megszólítja őt látomásban egy macedon férfi, hogy jöjj által és légy segítségül. És átkel a tengeren, és Filippi, ugye az első állomás hely, ahol megáll, és akik a Bibliát egy kicsit ismerik, tudják, hogy Filippiben félholtra verik Pált és a munkatársát, kalodába szorítják. Mikor aztán a csoda megtörtént, hogy a föld megrázkodott, és a börtönőr segített rajta, kimosta a sebeiket, úgy összeverték őket, hogy ki kellett mosni a sebeiket. És mégis ott van a Szentírásban. Ő jobb kezében tartja, ő tudta, mit csinál. Pál le is írta, a Filippi beliekhez írt levele első fejezete 29. versében, néktek adatottak az a kegyelem, ne csak, hogy higgyetek ő benne, hanem, hogy szenvedjetek is érte. Néktek adatott ez a kegyelem. De ott volt velük, és hadd kérdezzem meg, és ez csak így most könnyedén 2000 év múlva, így lazán itt elmondjuk Bózsván, hogy ugye vele ez történt, és ő meg ott kesergett. Hát ez valami csodálatos leírás. Éjjel magasztalják, énekkel magasztalják az Istent, vérző sebekkel magasztalják az Istent. Mi nem tudjuk, erről a Biblia keveset beszél, csak néhány helyen, hogy az egész világegyetem előtt Isten mit mutatott meg, a világegyetem értelmes lényeinek. Látványossága lettünk a világnak, mind angyaloknak, mind embereknek, mondja a Szentírás. Nem tudjuk, hogy ez mi mindenről, az egész világegyetem részére mi mindent akar a mindenható Isten elmondani. Csak annyit tudunk, amit itt ez az ige mond, hogy igen, ő velünk van, ő jobb kezében tartja. Szóval számomra ez olyan csodálatos kijelentés, hogy Isten jobb keze, Istennek nincs bal keze. De azt hiszem érezzük, hogy miért hangsúlyoz a Szentírás, hogy jobb kezében tartja. Szóval abban az értelemben nincs bal keze, hogy mondjuk, hogy két bal kezed van. Szóval, és mégis kimondja, hogy a jobb kezében tartja. Mintha csak Isten azt mondja, hogy ember, ne szorongj, én veled vagyok minden nap a világ végezetéig, mégpedig a jobb kezemben tartalak téged. Merj hozzám fordulni. Én szeretlek téged, és én segíteni akarok. És miért szükséges tudnunk mindazt, hogy Jézus Krisztus kicsoda? Csak néhány igét hadd idézek. Apostolok cselekedeteiről írt könyvben azt írja, a Szentírás a 4. fejezet 12. versében Péter a zsidóknak mondja, mert nincsen senkiben másban üdvösség, mert nem is adatott más név az ég alatt, ami által kellene megtartatnunk. Nincsen senkiben másban üdvösség, sem a saját jó cselekedeteimben, sem az egyházamnak, az egyházadnak a vezető testületében. Sehol ezen a földön nem adatott lehetőség arra, hogy egy ember az üdvösség részese legyen. Nincsen senkiben másban üdvösség. Ő halt meg az én bűneimért. Ő rendezheti el az atyánál és a világegyetem bírósága előtt az én bűneimet. Ugye a Szentírás mondja, hogy ítélők ülnek le, és könyvek nyittatnak meg. Ott csak ő lehet az, aki azt mondhatja, hogy igen, ez az ember igaz, hogy vétkezett, de atyám, én érte haltam meg. Világegyetem értelmes lényei, láttátok a szenvedésemet, ő érte szenvedtem. Kérem, adj atyám kegyelmet neki. Megígértem, hogy velük leszek, megígértem, hogy győzni fognak, hogy segítem őket. Meghaltam az ő bűneikért, és feltámasztam az ő megigazulásukért. Atyám, akarom, hogy ahol én vagyok, ők is ott legyenek. Csak ő mondhatta el, én vagyok az út, az igazság és az élet. Én vagyok az út a menny felé. Én vagyok az igazság, és aki életet tud közvetíteni. És végül befejezésként csak annyit hadd mondjak róla. És ő lesz, aki ítél. És ő lesz, aki ítél.
Lapozzunk János evangéliumához, és pedig az 5. fejezethez, János evangéliuma 5. fejezetéhez. Ezt kérem, hogy akik csak tehetik, akiknél Biblia van, keressük meg mindannyian, és jól jegyezzük meg magunknak. Majd megmondom, hogy miért. Milyen hatalmas örömüzenet hangzik ebben az igében. János evangéliuma 5. fejezete, 22. és majd a 27. verseit olvasom. Mert az Atya nem ítél senkit, hanem az ítéletet egészen a fiúnak adta. És még a 27. vers, itt az indoklást is megtaláljuk. És hatalmat adott néki az ítélettételre is. Az ítélettételre is, mivel hogy embernek fia. Gondolom sokszor elolvasták sokan közülünk, és egy túl, nem az Atya ítél, az Úr Jézus Krisztus ítél. Miről van itt szó? Hogy ő eljött, aki ismeri az földi élet minden poklát, aki tudja, hogy mit jelent szenvedni, aki tudja, aki könyörgött, hogy Atyám, ha lehetséges, múljék el tőlem ez a pohár. És most ő lesz az, aki ítél. Életemben egyszer voltam bíróság előtt, elgázoltam egy néni térnek idején a járdán, egy jeges úton, 70. december 6-án. És hát a bíróság elé kellett állnom, és amikor felállt az ügyész, és mondta, hogy vádolom a Magyar Népköztársaság nevében hivatás közben gondatlanságból elkövetett súlyos testi sértésért, akkor így remegtek a lábaim. Hadd kérdezzem meg tőletek, ha tudtam volna, hogy a bíró, az ügyész, ezek a barátaim, akik az életüket készek értem adni, féltem volna akkor is. Szóval itt azt mondja el a Szentírást, azt a leghatalmasabb üzenetet, hogy az a valaki fog ítélni bennünket, aki úgy szeretett, hogy az életét kész volt odaadni. Most úgy örülnék, ha megtalálnám a kedves vendégünket, igen, na így szerette Isten a világot. Na így szerette az Isten a világot. Legyen a jó Isten kegyelmes, mert hogy tegnap olyan kedvesen voltál szíves mondani, hogy igen, hát hogy haragvó Istenről szólnak. Egy ilyen Isten van, aki átadta az ítéletet is az ő fiának. Mivel, hogy embernek fia, mivel, hogy emberré vált, mivel, hogy megért minket, mivel, hogy lehajolt hozzánk. És kedves táborozók, megint hadd mondjam, mint reggel, hívők és nem hívők, szenvedélyekkel küszködők és benne a lelkükben vívódók, akik kifelé úgy mutatják, mintha hú de rendes emberek lennének, és bent pedig a lelkük mélyén. Mondják Pállal együtt, hogy gyönyörködöm én az Isten törvényében a belső ember szerint, de látok egy más törvényt, amely rabul akar adni szüntelen a bűnnek, amely az én tagjaimban van. Ne felejts el egyikünk sem, hogy Jézus oda áldoztam az életét értünk. Úgy szerette az Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta. Jézus pedig vállalta ezt értünk, hogy aki hisz ő benne, aki hisz ő benne, ha akad ezen a világon egy ember is, aki hisz ő benne, annak ne kelljen elvesznie, hanem örök élete, üdvössége, egy soha meg nem szűnő, csodálatos élete lehessen, amelyet az Isten ajándékoz neki. És ennek az odaítélésében, ami megváltónk, a bennünket szerető, megértő, megváltó lesz az ítélő. Segítsen Isten, hogy így tekintsünk a mi megváltónkra, az Úr Jézus Krisztusra szüntelen. Amen. Szerető, drága, megváltó Jézus Krisztusunk, ha ezer ajkunk volna, sem tudnánk megköszöníteni néked, amit te értünk tettél. Ezt a földi poklot végig élted. Senki meg nem értett. Gyűlölet, szeretetlenség, gyilkos szándék vett körül az életedben. Aztán szörnyű szenvedések után lelkedben lezajlott, kimondhatatlan, általunk soha meg nem ismerhető szenvedések után az életed adtad értünk. Köszönjük te néked. És segíts kérünk, hogy higgyünk benned, hogy szeressünk téged, hogy naponként a lelkünkben megkeressünk, hiszen te ígérted, hogy velünk maradsz minden napon a világ végezetéig. Segíts kérünk, irgalmas Istenünk, és segíts, hogy hálásak legyünk a te segítő, szabadító hatalmadért, és ezt másoknak is boldog örömmel mondjuk el, és kérleljünk embereket, hogy a te utadon járjanak. Segíts ebben, irgalmas Istenünk, kérünk. Amen.
Úgy gondolom, hogy az egész közbenjárás kérdése nem az atyának szól elsősorban. Szóval nem az atyáról van szó a közbenjárásra. Egy nagyon egyszerű és primitív példát hadd mondjak, hogy mondjuk mi itt laknánk most Bózsván, és hoznának egy döntést, hogy amnestiát adnak minden Magyarországon börtönben ülő köztörvényes bűnözőnek, és azok ide költöznének Bózsvára, itt építenének lakótelepet nekik. Mit szólnánk hozzá? Tegyük fel, hogy mi is bózsvai lakók lennénk. Mit szólnánk hozzá? Szóval azt hiszem, ebben nagyon nehéz belegondolni magunkat, hogy a mennyei tiszta lényeknek, akik látják itt a mi szennyes életünket, a sok gyűlöletet, a sok ocsmányságot, hogy milyen lehet az a gondolat, hogy ezekkel a lényekkel kell majd együtt élni. Most Krisztusnak az a feladata, hogy a világegyetem előtt azt tisztázza ki, és a közbenjárás tulajdonképpen erről szól, és hát ugye most nem mehetem bele természetesen, de hát te jól ismered Dániel próféta könyve 7. fejezetében, hogy ítélők ülnek le, könyvek nyittatnak meg, és így tovább, és ott ugye ezerszer-ezeren és tízezer-tízezer, szóval angyal sokaságát írja le, tovább nem beszél a Szentírás, de nyilván, hogy még ezen túlmenően is terjedhet, és Isten azt tisztázza ki, hogy igen, az ember vétkezett, de szabadulni akar, elhatárolja magától a bűnt, hát a bűnbánatnak is ez a jelentősége, hogy én kivessem a lelkemből, és azt mutathassa meg Isten, hát ugye ebben az esetben egészen konkrétan az Úr Jézus Krisztus, hogy bár ezek az emberek bűnt követtek el, de ezek az emberek szabadulni akarnak tőle. Nem tudom, hogy valamit segítette, vagy ez. Egy csodálatos leírást találunk ezzel kapcsolatban Zakariás próféta könyve 3. fejezetében. Jött, visszatérnek a zsidók Babilonból, illetve hát akkor már ugye Perzsiából, és Józsua visszatérő hívő maradéknak a főpapja, papjáról beszél a Szentírás, és azt mondja, hogy ott áll Józsua szennyes ruhában, talán elolvasnám, jó? Zakariás próféta könyve 3. fejezet. Igen, így olvasom tehát. Józsua pedig 3. verstől. Olvasuk már az elsőtől. Azután megmutatta nekem Józsuát a főpapot, aki az Úrnak angyal előtt állt, és Sátánt, aki jobb keze felől állt, hogy vádolja őt. És mondta néki az Úr, és mondta az Úr Sátánnak, dorgáljon meg téged az Úr, te Sátán, dorgáljon meg az Úr, aki magáévá fogadja Jeruzsálemet, avagy nem tűzből kikapott üszögé ez? Józsua pedig szennyes ruhába volt öltözve, és állt az angyal előtt, egyelőre eddig. Megmutatta egy látomásban Józsuát, a főpapot, még egyszer hadd mondjam, a visszatérő hűséges zsidók közül, akiknek fontosabb volt Júdába visszatérni, mint Perzsiába jólétben maradni, és ezeknek a főpapja is az Isten szemében bűnösnek, ugye szennyes ruhában lévőnek. És akkor azt mondja az ige, hogy megszólal az Úr, ugye itt nyilván az Úr Jézus Krisztusról van szó, Sátán felé, aki hát persze, hogy tudja vádolni, az ő bírta rá, illetve a démonai bírják rá az embert a bűnre. Tökéletesen tudja, hogy mikor, mit, hogy vétkeztünk, tökéletesen tud rólunk mindent. És akkor azt mondja az Úr Jézus Krisztus, hogy Sátánnak, hogy téged dorgáljon meg az Isten, téged dorgáljon meg. Vagy nem tűzből kikapott üszögé, ez ugye ebben a nagyon tömör fogalmazásban ott van, hogy te belevitted a szenvedélynek, a kéjnek, a ki tudja minek, az önzésnek a tüzébe. Jó elégetted őt, és akkor még most te jössz és vádolsz. Dorgáljon meg téged az Úr, te Sátán. És ugye a következő versben azt mondja, hogy Józsua pedig szennyes ruhában állt az angyal előtt. És akkor a 4. vers is szólt, és mondta az előtte állóknak mondván, vegyétek le róla a szennyes ruhákat, és mondanék ki, lásd, levettem róla a álnokságodat, és ünnepi ruhákba öltöztetlek téged. Azután mondtam, tegyenek fejére tiszta süveget, feltették azért fejére a tiszta süveget, és ruhákba öltöztették őt, és az Úrnak angyala ott állt. Szóval itt írja le azt, hogy miről van itt szó, hogy nem az Istennek kell, hát az Isten minden pillanatban meg tudná mondani, hogy mi kik vagyunk, hogy állunk. Neki nem semmi információra nincs szükség. Mikor még a nyelvemen sincs a szó, te már egészen érted azt, Uram. Tehát itt a világegyetem előtt kell azt kitisztázni, hogy ezek a lények, akik itt ide költöznek majd, hogy így mondjam, a kegyelmet kapott bűnözők, ezektől nem kell már félni.
ezek vágytak szabadulni a bűntől, ezek könyörögtek a Krisztus szabadító hatalmáért, ezek megigazultak az Isten kegyelme által, ezek méltók arra, hogy az örök életet elnyerjék.